Aszta, ezt nem én csináltam. Na, hello, srácok! Képzeljétek el, hogy elkezdtem megtoldani a kocsi beállónkat, vagy nem tudom, minek mondjam, ilyen kocsi beálló, és megcsináltam így, holnap hozom rá majd a lemezt, azért van itt a Renault, és hát azok nem lesznek olyan hosszan kiengedve ezek a tetődeszkák, viszont ugye 1100 mm széles egy T20-as trapézlemez, és ide, ha jól tudom, 3 darabot, vagy 4 darabot, nem tudom hányat vettem, mindegy, szerintem amúgy 4-et, és az átfedésekkel nem tudom, hogy mennyire jön ki a szélesség, és hogy lehet, hogy túllógatom, mit tudom én ettől, vagy 20-30 centivel, és akkor majd úgy fogom levágni méretre. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy eléggé be van mérgesedve itt a helyzet a Debrecen környékén, és mivel a kis 206-os nem tudom levinni a garázsra, mert tele van a garázs pakolva mindenféle cuccokkal, és igaz, hogy még nincs a lemez feltéve, de mondjuk ez a néhány darab léc vagy deszka, hát ha valamelyest megvédené. Úgyhogy azt tervezem, hogy ide állok a tető alá, és hozok ki egy kis pokrócot, és oda várom az ajtóval, és fingers cross, hogy ne legyen semmi baja. Úgyhogy nem volt beindítva a 206-os már idestova szerintem egy hónapja. Úgyhogy megnézzük egy, hogy hogy indul ez a mániám, visszatérő mániám, tankkal végig menni Románián. Ja nem, hanem hogy régi autókat indítgassak, ez nagyon vicces volt. Van, akinek biztos nem, de hát ez ilyen. Két napja napszúrásom van. Nagyon keményen elkapott a hőgutya, úgyhogy volt izzadás, szédülés, hasmenés, hidegrázás, és ez ilyen fél óránként váltogatta magát, úgyhogy amíg ti pusztultatok a 40 fokos melegbe kint a strandon, addig én betakarózva vacogtam a szobába. Fú, kegyetlen volt. Azóta kicsit tompább is az agyam, nem, mint hogy eddig én lettem volna a legkomolyabb tag a világon. Na mindegy, most annyira le voltam szedálódva, hogy igencsak én voltam az utolsó jog a furuján. Menjünk, nézzük akkor meg, hogy hogy indul a 206-os, és akkor utána ezzel végít és ér a videó, amit szeretnék még elmondani vele kapcsolatban, hogy most már tényleg bebizonyosodott, hogy hengerfejes. Úgyhogy már egy nagyon kedves barátom autószerelő be is vállalta, hogyha nekem lesz rá felesleges pénzem, akkor ő megcsinálja. És ennyi. És akkor remélhetőleg jó lesz kis szolgálati járműnek elszaladgálni boltba, kifliért, kakóért, vagy bármiért. Aranyos kis járgány. Olyan lesz, mint egy ilyen kis főnöki szaladga. Ugye ott a nagy piros. Az meg akkor a kis játékos. Na, menjünk, indítsuk be. Na, hát akkor menjünk és durrancsuk be a 4 henger 1400 köbcenti rettenet 75 lóerő. Most nem tudom, lehet, hogy már csak 52. Hoppá, ez utógyújtásos egy kicsit a farom. Szóval ebbe meg elemet kéne cserélni, mert bár nagyon korrekt gyári kulcstartó, de gomnyomásra nem történik semmi. Ami biztos egyébként egy pár száz forintos elemmel megoldható. Ne zárd rá, jó. Amúgy nagyon kultúrált a belső. Ki is kárpit tisztítóztam. Ah, na szóval kikárpit tisztítóztam, és hát nagyon finom illat lett tőle. A szervó nélkül. Tele a tank, indul a motor. Epic. Tehát húzza a belét, szegény, de szó szerint húzza a belét. És még így is pöcre indul. Olyan aranyos ez a kocsi, tényleg annyira szeretném egy új életet adni neki.
szervókormánnyal lehet pumpálni a gáz. Nézzétek csak, hogy dolgozik. Szóval nagyon szeretnék neki új életet adni. 259.264 kilométer van benne. Minden olyan szépen pöcre indul, nyílódik, záródik. Figyeljtek az ablakot. Úristen, egy ondósejt alakú madárszar van az ablakon. Bondul néz ki. Egy kis genyó. Minden működik, értitek? Epic. Jön egy repülő. Vagy? Mi ez? Lehet, hogy az ion vihar készülődik. Na jó van, gyerekek. Ennyi igazából. Megyek szépen, beteszem tető alá a kis oroszlánt, aztán reménykedek benne, hogy nem veri el a jég. Legyetek jók, szobatiszták és kellemes magömlést kívánok nektek, és akkor jelentkezek egy videóval majd az autóról, akkor, mikor elindul a szerelés, és helyek közben majd csak amikor el is készül, aztán majd örömködünk együtt. Na, császtok!